Itt a Varázshegyben az év eleje óta vagyunk, tehát február óta, de amúgy kölyöklabor Magyarországon 3 éve van, tehát a kémia nemzetközi évében indultunk 2011-ben, akkor a közlekedési múzeuma voltunk, és 2,5 év után pedig ide a Varázshegybe költöztünk. Szeretettel köszöntelek benneteket, a Varázshegyben és a kölyöklabor foglalkozásán, engem úgy hívnak, hogy Nagy Irén, Irénnek lehet megszólítani. Ki az, akinek ismerős az a név, hogy Charles Darwin? Mit hallottam? Nem. Ezek főként biológiai kísérletek. Azért ide költöztünk, mivel hallottuk azt, szeretük volna kibővíteni a programokat, és hallottuk azt, hogy itt egy nagyon jól bevált Darwin labor van, ahol olyan szakmai háttere is van a programoknak, és olyan újfajta kísérleteket is be tudunk vezetni, amik eddig nálunk nem voltak. És akkor úgy gondoltuk így körbenézve mind a helyszínt, mind a munkatársakat, és hogy ez egy nagyon jó helyszíne lehet a kölyök labornak. Víz lenne a kezemben, az azonnal szép volna, igaz? Igen. Jó válasz, mivel a kezemben? Hancsónak hívjuk. Amúgy a kölyök labor foglalkozások 1997 óta vannak. A BSF Ludwigshafeni központjában indult az első ilyen kölyök labor foglalkozás. Tehát a világ 32 országában több mint 60 ezer gyerek vesz részt ezeken a programokon. Itt Magyarországon idáig 5 ezer diák vett részt. Ezek a 6-tól 12 éves korosztályos diákok, akik még nem tanulnak kémiát. Tehát így találkoznak ilyen játékos, élvezetes formában először laborokkal. És idén pedig 2600 diákot várunk ide a kölyök laborba, a Varázshegyben. 100 milliliter. Mivel ingyenes is a program, tehát ezért még csábítóbb az osztályok számára, illetve a helyszín maga az állatkert is egy nagyon érdekes látnivaló. Így gyakorlatilag a meghirdetés után követő pár hétben a meghirdetett helyek majdnem, hogy be is teltek. Van 3 féle kísérletünk, ami vízzel kapcsolatos. Ez egy víztisztításos, egy vízkísérlet, ami még a sülőség fogalmával ismerteti meg a gyerekeket, illetve egy víztárolás, amikor egy szuperabszorbens nevű anyaggal ismerkedhetnek meg a diákok. Tehát van az alap, ez a víztisztítás, és itt a Varázshegybe pedig kiegészült a kutatási csomagunk élelmiszer kémiai kísérletekkel, tehát a vörös paprika fűszertartalmát, tehát a őrölt fűszerpaprika olajtartalmát vizsgálják meg a diákok, krumpli keményítő tartalmát, citrusfélék sav tartalmát, tehát a pH-val ismerkednek, tehát ezek az újfajta kísérletek.